Hogyan legyél hatékonyabb az angol tanulásban? Azt hiszem, nagyon sok diák keresi a hatékony nyelvtanulás titkát, amire nem nagyon tudok receptet adni neked, de talán pár darab támpontot tudok adni, és egy picit egy checklistes módszert fogunk ehhez használni. Tarts velem ebben a videóban ma is, ha úgy érzed, hogy szeretnél hatékonyabban tanulni. Rend a lelke mindennek, halljuk sokszor azoktól, akik már rendszeresen és rendszerben élik az életüket. Pár éve sikerült nekem is olyan rendszereket kialakítanom az életemben, amelyek különböző területeken segítettek abban, hogy hatékonyabbá váljak, legyen az akár a munka, a sport, a háztartás, a gyereknevelés, a pénzügyek területe. És hát, hogyha anya vagy, akkor tudod, hogy kicsi gyermekek mellett nem olyan könnyű a hatékonyság. Pár éve sikerült nekem is kialakítanom olyan rendszereket a nyelvtanulásomban is, amelyek gyorsítottak, hatékonyabbá tettek a fejlődésem szempontjából, és egy idő után elkezdtem ezeket tanítani a tanítványaimnak is. Jelenleg amúgy a negyedik idegen nyelvet tanulom, és bizony nagy mértékben megkönnyítették ezek a rendszerek a tanulásomat, és ezeket egy úgynevezett checklistre építettem rá, és ezt fogom most veled megosztani. Valójában a checklistek olyan listák, amelyek a feladatokat segítik nyomon követni, felosztani, alfeladatokra lebontani őket, kisebb lépésekre, és amelyeket nyomon tudunk követni. Ha ugyanis mondjuk neked a problémád inkább az önfegyelmeddel van, vagy a kitartással, vagy nem tudod rávenni magad, hogy napi szinten foglalkozz az adott nyelvtanulással, halogatod, vagy mondjuk krónikus időhiányban szenvedsz, akkor ez a stratégia neked is tud segíteni abban, hogy valóban hatékonyabbá válj. Szóval, hogyan készíts magadnak egy ilyen checklistet az angol tanuláshoz, hogy hatékonyabbá válj? Az első és a legfontosabb lépés, hogyha nem tetted volna meg, akkor tűzd ki egy konkrét célt. Cél nélkül ugyanis nem lesz motivációd. Motiváció nélkül pedig nincsen nyelvtanulás, csak szenvedés, nyűg. És én azt mondom, hogy enélkül nem érdemes belekezdeni az egészbe, de tényleg. Hiszen cél nélkül nyelvet tanulni olyan, mint hogy a sötétben tapogatóznánk. Lehet az is cél, hogy egyszerűen csak élvezd a folyamatot, ne értsd félre. Nem kell az legyen a célod, hogy nyelvvizsgát szerez például, mert mindenkinek ez a cél, hogy bizonyos szintet elérjen, hanem lehet az is cél, hogy minden nap foglalkozz vele x percet, vagy hogy egy idő után meg tudj érteni filmeket. Tehát nagyon sokféle célt tudsz megfogalmazni. De sajnos, hogyha nem elég konkrét a célod, és nem tudod pontosan, hogy mit akarsz, csak így megyek előre a vakvilágban, akkor nagyon sokszor nem is érünk el oda. Úgyhogy kérlek, most ragadj egy papírt, és írd le magadnak, hogy mit szeretnél elérni az angol tanulásban, és hogyha lehet, akkor tedd ki magadnak ezt emlékeztetőül, és ez is segíthet abban, hogy a nulladik lépést megtéve hatékonyabbá válhass, amikor halogatni akarsz, emlékeztes magad a célra. A második lépés az, hogy bontsd le a célt egy akciótervre. Az akcióterv olyan feladatokat takar, amelyeket el kell végezned ahhoz, hogy az adott cél megvalósuljon. Magyarán, gondold végig, hogy mit kell ahhoz megtenned, mit kell csinálnod ahhoz, mit kell gyakorolj napról napra ahhoz, hogy fejlődj és elérd egy idő után a kitűzött célt, vagy haladj az úton a célod felé. Nagyon fontos, hogy itt vigyázz, hogy minél alaposabban, minél kisebb lépésekre bontsd le a feladatokat, és ne csak általánosságokat írj fel magadnak. Például lehet heti checklistre felírni alfeladatként azt, hogy minden héten megtanulok 10-15 mondatot a célnyelven, és hangosan gyakorlom ezeket valakivel. Vagy minden héten szavakat, szókapcsolatokat, kifejezéseket ismétlek 15 percig, minden egyes nap, és minden nap 15 percet gyakorlom beszédben ezeket a kifejezéseket. Most ezek ilyen alfeladatok. De lehet az is a checklisteden, hogy minden héten egyszer írok egy rövid pársoros esszét, fogalmazást, vagy írok egy pár mondatot magamtól a célnyelven, az új szavakkal, kifejezésekkel, nyelvtani frázisokkal, amiket majd aztán kiavítatok egy hozzáértő személlyel. Lehet az is alfeladat, hogy minden héten olvasok egy rövidebb szöveget a célnyelven, olyat, ami érdekel. Minden nap meghallgatok egy pár perces videót vagy podcastot a célnyelven, akár többször is. Minden nap foglalkozok új nyelvtani szerkezetekkel, vagy mondjuk minden héten megtanulok egy új nyelvtani szerkezetet, amit utána elkezdek begyakorolni.
Tehát ezek az akciótervnek a részei, amiket le kell írni, hogy mi kell ahhoz, hogy elérd a célodat, és milyen feladatokat kell megtegyél ehhez. Hogyha megnézed ezeket a checklisten szereplő elemeket, alfeladatokat, akkor láthatod azt, hogy valójában többféle van ezeken. Hogyha megnézed, készségekre is le lehet ezeket vetíteni. Volt olyan a checklisten, amit itt most felsoroltam, ami mondjuk a szókincsre vonatkozott, megértésre, az írásra, az olvasásra, a szókincs vagy a nyelvtantanulásra. Megközelítheted úgy is az adott nyelvnek a megtanulását, hogy mondjuk van 6 készség, írás, olvasás, beszéd, hallgatás, szókincs, nyelvtan, tehát ez 6, minden napra egy készséget beütemzel, amivel foglalkozol. Így is meg lehet tervezni az akciótervedet, hogy minden napra egy adott készségre fókuszálsz rá, és csak azzal foglalkozol. Nem életszerű az, hogy minden nap mind a 6-tal foglalkozz, azt gondolom, de ha minden nap csak egy készséggel foglalkozol, akkor tudni, hogy minden héten fejlődni fogsz angolból. Gyakorlatilag ez egy nagyon jó lebontása a feladatoknak, ha így közelíted meg. Természetesen a checklistet ki tudod magadnak nyomtatni, csinálhatsz táblázatformátumot is, amit kiteszel magadnak, és mindig bejelölöd azokat a feladatokat, amiket elvégeztél, kihúzod, kipipálod. Ez amúgy egy nagyon jó érzést ad, azt mondják a hozzáértők, hogy egy picit dopamin termelődés indul el ilyenkor, amikor ezeket ki tudjuk húzni a listánkról. És nem azt mondom, hogy azért csináld, hogy kipipálgasd a feladatokat, de bizony, ha te neked ez örömforrás, hogy elérted és ki tudod húzni a listádról, akkor tedd meg bátran. Valójában digitális formában is tudod ezeket vezetni, akár a gépeden is, de a lényeg itt a nyomon követés lenne a checklist esetében, hogy minden esetben tud nyomon követni azokat a feladatokat, amiket leírtál akcióterv formájában, hogy hogyan haladtál vele, napi szinten, heti szinten tudod ezt követni. Hogyha úgy érzed, hogy neked kell egy mentor, egy segítség ebben, hogy hatékonyabbá válj a tanulásban, és nyomon tud jobban követni, számon kérjen valaki téged a tanulásban, akkor szívesen segítünk a csapatommal, kis csoportos, egyéni órák keretében, vagy akár a havi mentorprogram keretében is, ahol velem tudsz havonta együtt dolgozni.